Üdv mindenkinek! Ez itt a Horizon Forbidden West. Hát tegnap a megjelenésekor elkezdtem játszani. 4 óra körül raktam bele. Hát ez valami eszméletlen, hogy kinéz ez a játék. Én ilyet 41 éves vagyok, de így még nem láttam játékot. Tehát az animáció, a karakterek, az arcmimikák, az érzéseket, amiket látsz, a sztori, az egész játék milliója, a hangulat. Fú, brutál jó. Nagyon sokan voltak, jó, nem sokan, de az egyszerűen több a rajongó, mint az utálója, a Horizon Zero Dawn-nak is. De voltak, akiket így egyszerűen nem tudok megérteni, amikor azt hívják a Zero Dawn-ra is, hogy unalmas. Nyilván az ilyen kodon nevelkedett, meg fort nyájtozó, Nem arról bírtak, de ezeket nem tudom értékelni, ezeket a játékokat. Annak idején én is chase-tem, még az 1.6-tal is, meg a Jago, meg soroltnám, de meg Quake, meg Unreal Tournament, de azok megvan mindenkinek szerintem az időszaka, de ezek nem azok a játékok. Ezek már sztori alapú, történetorientált mondhatni. Ráadásul grafikára megy rá a játék, úgyhogy... Na mindegy, én nem találok szavakat. De nézzük meg, jó? Folytatjuk. Iszonyat jó, mondom, a történet, a történetvezetés. Nem az elejétől fogom nektek ezt megmutatni, mivel... Mondom, az baromi gyorsan betölt. Hozzáteszem, hogy PlayStation 5-ön játszom. Láncmarrás. Természetesen magyar nyelvű, de hát ezt már biztos tudjátok. Nem fogja visszaadni nektek, de biztos vagyok. Mert nem úgy néz ki videókon, hiába néztem én is bele, mint ahogy a valóságban kinéz. Egyszerűen fenomenális a hangulata. Sört és hátul, ups. Tehát én hova estem bele? Gyönyörű a táj. Tehát hatalmas nagy bejárható területeken vagyunk. Szóval, a játékot elkezdtem, nyilván csak a prológus volt az elején. Hát ez mi a tököm? Ezt még nem is láttam. Tutorial. Ugye most az a lényeg, hogy megvolt a Zero Dawn, nyilván azt is felraktam már azt a rövid előzetesre, miről is szólt a Zero Dawn. Azt majd nézzétek meg. Szóval, ugye legyőztük az... Na, nem tudok beszélni. Legyőztük az előző részben Hades-t. Hades, úgy az angolok mondják. És ugye a segítőnk, Silence, nyilván nem önzetlenül segített, de önön céljai által vezérelve elindult a tiltott nyugatra. És hát most mi is elindultunk utána, ugyanis ahhoz, hogy megállítsuk ezt a rothadást, amit terjed itt a világban, ahhoz létre kell hoznunk újra Gaiát. És Gaiának a másolatát kutatjuk tulajdonképpen. A játék elején lényegében bementünk egy, hát a Ted Farrow-nak volt ez egy ilyen rakétakilő állomása, legalábbis én úgy gondolom, hogy Ted Farrow, nem tudom pontosan a komplexum nevét, ahol volt egy Odyssey a projekt, hogy majd egy űrhajót küldenek a messzi távoli naprendszerbe, aztán talán a Sirius galaxisba. Akarom mondani rendszerbe, de hát ez elvileg nem valósult meg, legalábbis Aloy azt mondta, hogy ez nem sikerült. Na mindegy, csak arról volt, hogy ott lesz majd... mi van, hogyha előre áll? Semmi. Hogy ott lesz majd a Gaiának a másolata, aztán az egy fék volt, mert nincs ott végül is. Úgyhogy... elmentünk Meridianba, ott beszéltünk a napkirályra, és lényegében most elindulunk nyugatra, ez így gyorsan, röviden is tömören.
Nyilván lehet itt küldetéseket, mellékküldetéseket felvenni. Ulvund. Ezek köcsög itt. My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it. What other choice do you have? Most nézzetek meg a szemmozgásokat, az arcokat. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance? Sepphelyes az arcuk, ilyen forradás, pigmentes, a kezén szőr van. Készfején is. Iszonyat részletes egyébként. The savior herself. Walloper of Durval, gutter of Hughes. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Ulfant Frio. At your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and... The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my... saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well... Let's get to it, hey? And off you go. Not so fast. You don't seem to have a high opinion of the magistrate. Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing while demanding that good Oseram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Carja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Oseram lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Oseram laborers of this land who do all the backbreaking work, while only the Carja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity. For a land worked by the people, for the people. Right. And just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. If Chainscrape is on Carja land, shouldn't a Carja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Oseram folk, of course. You think a Carja can head this whole venture? Ha! The magistrate can barely make the trek from Barren Light without losing a few screws. Tökjük ezek a nevek koppányfény. People only follow you because you say so. Loudly. Anyone who has followers has authority. Láncmorra. I've been with Chainscrape from the beginning. I mean, I'm practically its founder. And its honest folk know I'm indispensable to its success. You said you founded Chainscrape. Somehow I doubt that. Practically founded, I said. I alone saw its potential when it was just a smattering of tents in Barren Light shadow. I invested in the mine, convinced some friends back home to do the same, and here we are. You could say Chainscrape is what it is, thanks to me. Oh, so you're not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on my investment here and there, but my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest, working Oseram. Where's the whistle? Right in the middle of town, but with the threat out there, I'm not endangering innocent Oseram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is going to get moving. If that's what it takes. The
Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Better see what that Carja magistrate wanted. I bet he's in the tavern. No. Ő itt a helyi Big Boss egyébként. Aztán leálltak a bányászati munkákkal, mert ilyen sörtés hátulak jelentek meg. Ja, egyébként, gyorsan mutatom, mert nagyon belemélyedtünk itt egy mellékküldetésbe, ugye? Hát így néz ki ez a világ, ahol most nekiindulunk a nyugatnak. Tehát elvileg ekkora. Hát úgy elsőre ez nem tűnik nagynak. Remélhetőleg lesz mit felfedezni. Kopárfény. Nem koppányfény, akkor rosszul olvastam, sorry. Jó. Itt voltunk itt egyébként a bányánál. Itt van egy tök jó víz alatti. Rémhatárnak nevezik ezt a vidéket. Úgy ereszkedtünk le, itt ez egy ilyen nagy ilyen függő hídszerűség, vagy ilyen felvonó. És Erendet kell megkeresnünk. Ugye Erend az érodámban volt. Na, van mellékküldetésünk. De azért 2300 TP-t kapunk, az tök jó. Annyira jó, hogy magyar nyelvű, mert akik így nem tudnak angolul, el lehet mindenkiről olvasni mindent, hogy ki kicsoda. Na, őre például nem emlékeztem, Petrára. Éloy Petrával először szabadhalom településen futott össze, ahova az ezermester az oszramok országának vaskalapos, szigoros, nőgyűlő szokásai elől menekül. De hogy ő gyártotta azokat az ágyúkat? Mivel grafikailag azért nagyon sokat fejlődött a játék, ezért nehéz néha így megállapítani, hogy most melyik karakter ki is. Ez mi az a jel? Ja igen, az a mellékküldi. A magisztrátussal majd beszélnek. Hát majd Max, először megkeressük Erendet. Jó, hát a játékban ugyanúgy kell gyűjtögetni. Van most már ilyen szkennerünk. Valaki kiszúrt. Így né. Van már ilyen savas íjunk is, abban mennyit tudok ki a 10 per 10. Elvileg azok nagyobbat sebeznek, még nem is azt tudom, mindig elfelejtem. Most te meghaltál, vadász. Nem. Majd nem ott is jöttek a srácok, úgy látom segíteni. Hello. Na, és akkor lehet lootolni, szaránsig. Fölveszünk mindent. Mindent is. Baromi részletes a játék. Na, egy tekercs érhető a tárgylistádban. Old fel a tekercs helyeket a fegyvereiden a fejlesztésükkel. A fegyver teljesítményének javítása érdekében szerel fel zsákmányos vagy megvásárolt tekercseket. Tehát belemegyünk a tárgylistába. Tekercsek. És ezek a tekercsek lényegében ilyen kiegészítők, tehát hogy belepakoljuk a fegyverbe, és akkor mindenféle plusz cuccokat adnak. Például ez növeli a savszerű sebzését, ez növeli a védelmi és a közelharci támadásra eredő sebzés elleni védelmet,
tisztítóvíz okozta sebzés ellen. Jó, tehát és akkor ezeket be lehet rakni? Tekercsek szerkesztése. Jó, és akkor most elvileg beleraktam. Igen. A bajnok lándzsájában nem lehet. Helyzárólva. Oké. Ugye itt vannak a nyersanyagok, ezek kellenek a különféle cuccok kraftolásaihoz. Vannak ilyen külön munkapadok, tehát ott kell igazából kraftolgatni. Hídni? Ha, el is kaptam már őket. Jó, igazából ugyanaz, mint az első rész, hogy vannak a gépetnek is ilyen gyenge pontjaik. Öklelő. Egyébként egészen jó a magyarítás. Szerintem. Nafta. Még arra nem értem rá egyébként, hogy miért világít zölden a folyóvize. Jól néz ki, de úgy, why? Ja, és még amit észrevettem, és mondom ezt így 4 óra játék után mondom, de gyönyörű, hogy nem irritál, vagy nem idegesít mondjuk, nem akarom elnyomni egy átvezetőt, vagy egy ilyen beszélgetést. Sok játéknál van azt, hogy skip, tudod. Mert annyira nem izgat, csak jól csinálni, hanem amelyre küldít. Itt azért érdekel, hogy most mi a rák is történt, mi a sztori. Itt van valami. A zenéből megállapítom. Meg hát így alapvetően ez az ősök utáni kutatás, hogy mi történhetett. Jó, ugyanúgy a tűzhelyeknél lehet menteni. Szívesen. Mighty thankful to you, Savior. Just Aloy is fine. Aaron mentioned you're not one for fancy titles. You're Vanguard. Well, here to escort Vaudis's delicate behind to the embassy. If we can get rid of these bristlebacks. Captain said to keep an eye on Chainscrape, then these ugly lugs showed up. Gave the first one a good beating. But didn't quite have time to roll out of the way when it fell. Told you it wasn't a good idea to eat that much before heading out. I should probably get going. You know where I can find Aaron? Captain went chasing after more bristlebacks further west. Just follow the sound of cursing and you'll find him. Now, if you see any more of these bristlebacks, I'll make sure to roll out of their way. Might want to take some of these with you as well. They're handy in a pinch. Thanks. Stay safe, Aloy. Rohadt jól néz ki. Jó. Fűsbomba. Hát én ilyeneket nagyon ritkán használtam az előző részben is. Nyilván egyszer, hogyha majd a helyzet úgy kívánja, akkor okés, de amúgy nem izgatott.
some ruin from the old world. But I could find something interesting inside. Új erekje nyom. Aha. Kincsek várják azokat, akik nem mernek, neki mernek vágni, hogy felfedezzék a régi világ romjait. Ó, 5000. 5000 TP-be megyek. Én bátor vagyok. Nem tudunk átjönni, nem fogyhatók át, nem. Még kell egy kicsit vontatni. Na. Igen, az irányítás az néha nem a... És miért nem kapja ezt a sárga plöttyöt? Simán fel tudna már ugrani, de nem akar. Eloy? Ez hihetetlen. Ezt azért remélem javítja. Tehát oda kell egy kulcsmodul. Ügyes vagy. Na most bezeg elkapta. Vörös engedély kód. Lodge at Zion recepció. Igen, köszönjük, a Lodge at Zionban szállt meg. Foglalásához egy vörös parkolóhely kódot is kapott. Hogy biztosan tudjuk azt a biztonságot és védelmet, ami... Igen. Jó, elvileg ugye megvan a kód. Jó, néha vannak ilyen beragadások amúgy. De például, na, ilyenekre is gondolok, hogy nem, nem mindig kapja el a szélét a dolgoknak, Eloy. Meg ugye annyira, ó, ez micsoda. Ugye ezeket a ráncos dolgokat lehet egyébként húzni, hogy ezt is megtanították még a játék elején. For
Okay. There's more of the ruin down here. Where to now? Jó, megpróbáljuk erre. Én mégse. Ó, Jó van. Te kis huncut, azt hittet, hogy nem lesznek észre. Mi az, hogy rossz irányban húzom? Igen, és ez miért jó nekünk, hogy ilyen világos lett? Szerintem ez így ennyi. Oké, de még mindig nincs meg a kulcs. Aha. Hogy itt csináltunk fényt. De nem mindig nem látom értelmét, hogy azt miért csináltuk. Jó, nem fogok ennyit bénázni, ígérem. Fú, ilyen Prince of Persia-sa. A régi Prince of Persia volt ilyen, nem reagál azonnal a megállásra. Tehát így szaladunk. Na vége. Ezt is, hogy szeded le? Így. I haven't found a key module. Maybe I should take another look around. Thank you.
Pedig olyan, mint ott is föl lehetne menni. Mert ugye a régi részekben ilyen sárgával jelölték a kapaszkodó pontokat. De hogy itt ezt miért omlasztottuk be? Tehát mi volt az értelme? Mindjárt megnézzük itt az alapfókuszon, hogy mit látunk. Az mi? Fetrengott egy vaddisznó. Hát akkor lehet, hogy mégis csak itt kéne valamit csinálni. Na jó, most kezdem érezni azt, hogy feladom. Itt se tudunk felmászni. Jó, hát akkor... Hagyjuk a rákba. Ezen a részen nem fog felkapaszkodni, az biztos igaz. Fogalmam sincs, hogy hol van itt a kulcs. Nem érőre konkrétan? Hát 17.05. Tehát már lényegében tudjuk a kódot is. És ilyenkor nem kapja el, látjátok? Ez az egyetlen egy problémám van a játékkal amúgy. És nem azért, mert nyomi vagyok, hanem egyszerűen nem úgy reagál, ahogy kell. Na jó van. Kurva későn áll meg. Fogd már meg. Például meg ez, hogy mondjuk a háromszöggel megfogod, a körrel engeded el. Why? Mert nem lehet ugyanazzal elengedni. Na jó, anyátok picsányátok most. Gyerünk, menjünk a főközi vonalat, csináljuk. Ugye a vadisznónak a cuccaiból is lehet szépen kraftolni. De
oda kéne egyébként felmenni, mert ott van valami. Ott a kulcsbakker. Nem tudom elengedni. Oda kellene átmennünk. Erre kíváncsi vagyok. Ha! Okay. Where does this lead? Húzd már fel magad. És megvan a kulcs, megvan a kulcs. És itt megszívtuk, vissza kell menni itt az elejére. A kamerakezelés az egyes alá. Szívas már, baszki. És nem tud átvenni a farad. Hát ez egy cumika. És azt akartam mondani, hogy ilyen sárgára vannak festve a fák, ott lehet ugye átmenni. Fúlom, hogy át, ez a nyomorék. Na végre.
elakad az izébe, Gerendel. Istenem! There. Looks like this needs a code too. I think so. 17.05, nem? Got. Ez mi az? Dísz felszedése. What is this thing? Guess I'll hold on to it now. Na, már hatodik szintűek vagy. Na, ezért mondjuk, hogy megérte. Na, menjünk Elrondhoz. Hogy Erend, Elrond az más. Jó. Teljesen másik irányban van Erend arra. Ja, és hát ugye a szintlépésekkel nyilvánvalóan a életerőnk is nő. Hol vannak itt még gépek? Exploring cauldrons might teach me how to override. Ez a savas. Hello, Red. What a day, what a day. Thank the forge you showed up. Tripwire's handy. Hunt's a youngin's game. Come on over. Let me give thanks proper like. See, you're a practiced hunter. Took you less time to kill those scroungers than vanguards to kill one bristleback. So the vanguards came through here? Yeah, just a bit ago. Down that bristleback, headed south. Then those scroungers showed up to carve the carcass, as they do. South, after more bristlebacks? Probably. This whole valley is swarming with them. The vanguard seemed dead set on getting rid of them. I see. Hold on there, Red. If you're gonna go chasing across the Daunt, you're gonna want a tripcaster. Not just any tripcaster. One of my make. Free of charge. Workmanship looks solid enough. Yep. Been tweaking the design since I left Chainscrape. More room to tinker out here and less chance of... accidents. Did something happen in Chainscrape? Well, like someone. Let me guess. Olvind. Back in my place, took a real interest in my wares. Kept pressing for Olvind discounts. I said no. I didn't like that so much. I can't prove it, but... that Jeff Bucket set my workshop on fire. Felt it best to put some distance between us after that. Sure, Cable told me the bristlebacks just appeared yesterday. Do you know anything about them? How is old Karn? Back in the day, me and him got in all sorts of trouble. There was this one time that... Anything about the bristlebacks? No. Karn said true. Just showed up and ran amok. You and the vanguard swooping in time to time to save my backside. I should get going. Thanks for the tripcaster. While you're blasting bristlebacks, I think I'll head down to the hunting grounds. Did you know they have a tripcaster trial? Come by later if you want to try it out. Maybe. After I get things
under control. So Erend headed south. Should be able to pick up his tracks with my focus. Ja, ez ugyanaz, ami volt a Zero Dawn-ban is. Jó. Hát, azt se sűrűn használta, megmondom őszintén. Nagyobb ellenfelek ellen jó volt. Ja, és okkor, igen, azt tudjuk. De... idő után odamész, aztán... szétcsapod a picsába közelharcba, vagy így a... nem láttam annyira értelmét. Most meg erre mutatja Erendet. Na, menjünk. Most a fókuszon szépen követjük. Fémszilánk az kell. Fene apa, a savas nyomi hív, ezt is így erőltette egyébként a játék. Ú, ez milyen jó. Hát eddig nem vettem észre. Sounds like someone's putting up a fight. Igen, ezt mondom én is. Erend. Handle the rest. Some explosive acid, acid canisters on their backs. This should trigger a chain reaction if I hit them with acid arrows. Yeah, turn him to scrap, Aloy.
Caught me at my best, as usual. Well, you did the hard part. I just took care of the stragglers. How bad is it? Who needs ribs, huh? Oh, I'm good. Huh. Okay, well, I know you didn't come all the way to the Daunt just to watch me get wrecked. So what's the story? I need the embassy to happen, so I can head west. Erend, what I did at the Spire, what we did, it didn't end the threat. It just slowed it down. There's still more to do. Really? Well, that's great. Not the threat's not over part. That's not so great. But hey, whatever you're up against, your spear, my hammer, just like old times. Erend, I need the embassy now. I can't wait for you to heal. A couple of days rest, if that. Actually, even if you weren't hurt, what I have to do, it's better if I do it alone. Alone? Now that figures. Erend! I hate to interrupt the romance, but I'm pretty banged up here. Don't blow your blaze, I'm coming. Sí, megviselt vagyok. Na végre megtaláltuk el. Listen. I'll go to Baron Light, get patched up. If you want this embassy to happen, we're gonna need this sun priest, Studius Wadis. Oh, I know him. I'll clear the Valley of Bristlebacks, then send Wadis to Baron Light. Catch up with you there. Well, I guess that's sort of like a goodbye. I'm sorry? You? Sorry? Yeah, that'd be a first. Where is this coming from? Hey, just, forget it, yeah. Oh, it's nothing. It sounds like something. All right, fine. Nálam nem volt hang. Bele is flörtöljek, mint a nap királya? Nem. Erend, I left when I did, how I did, for a reason. A good one. Hát nálam most nincs hang. Exactly what I just said. Everything living is going to die unless I... I'm an idiot. Erend! By the forge. Remélem csak nálam nincs hang. De nem valószínű. Nincs egy bug. Ja, lehet, hogy kéne ennek a játéknak is ilyen day one patch. Ez mi? Ez valami gomb. Azt hittem valami föl lehet venni, de nem. Jó, tehát meg kell tisztítani egyébként a völgyet, mi mindig nem értünk oda nyugatra. Ezért mindig a játék jóforma eleje. És előkészítjük a terepet. Meg kell tisztítani a rémhatárt. Ott is egy láda. Felveszi mindent, amit tudunk. Ott egy kő. Na, azok a zöld köveket egyébként lehet használni kraftoláshoz, illetve jó pénzért eladni őket.
Zöld csillám, csík. Szuper. Jó. Ezt elmenjünk és megtisztítjuk, hogy állok időben. 55. Jó. Szerintem ez a rész ez így ennyi lesz. És akkor jöhet a következő epizód. Akkor kb. Ugyaninnen fogom folytatni. Jó, tudom, hogy ebben a részben eltököltem abban annak a romnak a felderítésével, de azt muszáj volt megnézni. Jó, na, köszönöm szépen a figyelmeteket. Hát remélem, hogy tetszik ez a játék. Még annyit egyébként, hogy sokan fikázzák Eloynak a kinézetét, hogy olyan kis pufi vizsa. Hát valóban az, de engem nem zavar, hogy nem ez a Instagramról, TikTokról lemászott, agyonfilterezett Joyce. Nincs semmi bajom vele. Gyönyörű a játék, egyébként tényleg jó hangulata. Az irányítatóságában van azért némi kivetni való, mert ez a peremek szílét nem jól kapja el, találja el, meg hát nem egy Assassin's Creed, azt el kell mondani, de ettől függetlenül nagyon jó kis játék. Hát, megmondom, gyönyörű. De szerintem ezt ti is látjátok. Na, jövök a következő epizóddal. Sziasztok!